Hétfő óta 10 edző irányításával 85 fiatal készül a Nyíregyháza Blue Sharks nyári képzőtáborában. Az ifjú kosarasok nem unatkoznak, mivel délelőtt és délután is 2,5-3 órát töltenek a pályán, kondicionális, technikai és taktikai elemeket gyakorolva. Szerda délelőtt Keller Ákos, a magyar válogatott csapatkapitánya látogatta meg a tábort. Az ötszörös bajnok, négyszeres kupagyőztes center a legutóbbi szezont a francia Pau Orthez csapatánál töltötte. Felemásnak mondanám, mert nagyon rosszul kezdődött egy vakbélműtéttel, az miatt kihagytam 2 hónapot. Utána újra kellett kezdenem tanulni mindent, a futást, az ugrást, a kosarazást, úgyhogy ez miatt az első fel a szezonnak az úgymond mehetett a kukába, és ez miatt nem is játszottam sokat. Ehhez még hozzá kell tenni azt is, hogy a bajnokság legjobb centerének voltam én a cseréje. Ez miatt még kevesebbet játszottam. Csak akkor kezdtem el játszani, amikor egyszer csak mindenki megsérült a csapatba, és 4-es-5-ös poszton is játszottam. És akkor jól is ment a játék. Pauban van a legnagyobb szurkolótábor a Franciaországban, minden meccsen 5 és 7 ezer közötti nézőszámmal, úgyhogy azért volt hangulat. Igazából a legnagyobb különbség a magyar és a francia meccsek között az, hogy ők fizikálisan sebességben sokkal úgymond jobbak, amúgy a kosárlabdában szinte semmi különbség nincs. A magyar válogatott keret hétfőtől Kecskeméten edzőtáborozik, majd egy németországi és egy görögországi tornán lépnek pályára Kellerék. Ez alatt a 3 hét alatt én azt várom, hogy mindenki úgymond készüljön fel a szezon kezdetre, ne sérüljön meg, és játszunk 5 jó meccset olyan csapatok el, akik már csúcsformában vannak, és tanuljunk belőle. Az EB selejtezőkre előre vetítve ezek jó meccsek lesznek szerintem, bár nekünk az volt eddig az erősségünk, hogyha volt egy másfél hónapunk, hogy felkészüljünk, és a végére lettünk mindig jó csapat. Most ugye ilyen lehetőségünk nincs, úgyhogy azért is próbálkozunk, úgyhogy így még nyáron megpróbáljuk összeszoktatni a csapatot, hogy a tétmeccseken aztán tudjuk, hogy mit kell csinálni. A 2021-es Európa-bajnokság selejtezőjében Ausztria, Ukrajna és a címvédő Szlovénia ellen lép majd pályára a magyar válogatott.